korábbitól némileg eltérő módon tájékoztat a koronavírus.gov.hu honlap a járvánnyal kapcsolatos tudnivalókról, mondta az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján Müller Cecília országos tiszti főorvos. Ha a honlapot vizsgálják, akkor egy kicsit más bontásban találják ezeket az adatokat. Az igazolt fertőzöttek száma a mai napon 3035 fő. Ők laboratóriumi vizsgálattal pozitívnak minősült személyek. Ugyanakkor ismerkedjünk meg azzal a fogalommal, hogy mennyi az aktív fertőzöttek száma. Ez a mai napon 2054 fő. Aktív fertőzöttnek nevezzük azokat, akik jelen pillanatban, egy időben, a mai napon pozitívnak, betegnek, kezeltnek, minősülnek. Tehát az összes igazolt fertőzöttből levonandó a gyógyultak, illetve az elhunytak száma. Tehát jelenleg Magyarországon ezt látjuk, hogy az aktív fertőzöttek így alakulnak. Ezen belül is további bontást láthatnak, mert a 2054 főből 1290 fő teszi ki a budapesti, illetve a Pest megyei fertőzöttek számát. Ez továbbra is körülbelül az az arány, amit láthattunk az elmúlt időszakban. 63%-ot jelent az összes fertőzötthöz képest, míg 764-en vannak fertőzöttek vidéken. A gyógyultak vonatkozásában is láthatnak egyfajta bontást. Budapest és Pest megyében 51%, 319 főt tartunk számon, akik meggyógyultak a betegségből, illetve 311-en vannak vidéken. Sajnos 351 az elhunytak száma, akik az új koronavírussal összefüggésben hunytak el. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon mindenkit ide sorolunk, akinél bármilyen betegség előfordult, és pozitív laborlelete volt. Tehát teljesen szélesre nyitottuk ezt a számot. Ez azt jelenti, hogy akármilyen klinikai tünettel vagy tünetmentesen rendelkezett korábban, de állapota oly mértékben rosszabbodott, hogy kórházi kezelésre szorult, ott jellemzően intenzív ellátásra szorult, és sajnos elhunyt a megbetegedésben, őket mindet felsoroljuk. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon az ellátó rendszerből gyakorlatilag nem esik ki senki, tehát tudomásunk van minden olyan elhunytról, aki pozitív lelettel rendelkezett korábban. Hétfőn reggel a magyarral kezdődött meg az idei érettségi időszak. Az első napon több mint 70 ezer diák ült a padokba országszerte, hogy megkezdje a 4 órás vizsgát, melyet nehezített, hogy a fiataloknak különleges biztonsági intézkedések mellett kellett számot adniuk a tudásukról. Múlt héten a takarító személyzet egy nagy fertőtlenítést végzett az iskolában, bár ezt megtettük akkor is már, amikor a gyerekek elmentek március 16-án az épületből, de most frissítettünk újra. Készítettünk a gyerekeknek egységcsomagot, amiben kaptak gumikesztyűt, kaptak egyszer használatos maszkot, ezt minden napra előkészítettük, és voltak is olyan diákok, akik végig használták, és gumikesztyűben írták például a dolgozatot. A bejáratnál figyeltünk arra, hogy ahogy érkeztek, rögtön mentek fel a tanterembe. 9 órakor kezdődött az írásbeli, de a kollégák már 7:30-kor itt várták a gyerekeket a tanteremben, hiszen voltak olyan diákok, akiknek a busz vidékről korábban érkezett, őket rögtön fölküldtük. Aztán nagyon fontos dolog volt, hogy úgy helyezzük el őket a tantermekben, hogy minél kevesebben legyenek. Nekünk most az idén 57 érettségiző volt magyar nyelv és irodalomból, őket 10 tanterembe osztottuk szét, tehát volt olyan tanterem, ahol 6 fő volt, volt olyan tanterem, ahol 5 fő volt, ennél több gyereket nem helyeztünk el egy tanteremben. Itt a dolgozatok begyűjtésénél is figyelnünk kellett nagyon, hiszen gumikesztyűt használtak a kollégák is menet közben, leadásnál is, és egy napos karanténba helyezzük a dolgozatokat, és majd csak holnap délután vehetik fel a javító tanárok.
A kettes alsó határa idén is 25% a középszintű magyar érettségén, azonban mivel kivételes helyzetről van szó, idén lesz lehetőség a javításra. Vagyis ha az írásbeli teljesítmény elérte a 12%-ot, de nem érte el a 25%-ot, szóbeli vizsgát tehetnek a diákok, akiknek korábban még nem ismert körülmények között kellett ma helytállniuk. Azt hittem, hogy sokkal stresszesebb lesz. Amikor megérkeztünk még így az iskola előtt, azért tudtunk pár szót váltani a barátainkkal, szóval ez azért kicsit feloldódás volt. Maszkba kellett belépnünk, anélkül nem engedtek be, mert 4 helyen mentünk be az iskolába, szóval tényleg figyeltek a előírásokra, meg azért a higiéniai dolgokra. Aztán 8-an voltunk egy terembe, és közben már nem kellett viselni a maszkot az írásbeli közben, tehát azt így ránk bízták, hogy szeretnénk-e vagy nem. A feladatsor szerintem nagyon korrekt volt igazából. Az első rész után épp, hogy így bele lehetett férni az időbe, de jól érthető volt a szövegértés, meg az érvelés témája is nagyon rendben volt. Az eduline.hu azt írta, érettségiző barátszöveget kaptak a diákok a magyar érettségi első részében. Az általuk megkérdezett szaktanár szerint az időbe is bele kellett férniük a vizsgázóknak. A könyvek történetéről, olvasásról és a kódexekről kaptak szövegértési feladatot a középszinten vizsgázók az idei magyar érettségi első részében. A vizsgázóknak először értelmezniük kellett a kétoldalas szöveget, majd különféle feladatokat kellett az alapján megoldaniuk. Újabb szakaszába lépett itthon a koronavírus járvány elleni védekezés. Mondhatni ketté osztották az országot a hétfőn életbe lépett kormányrendeletek. Míg Budapesten és Pest megyében fennmaradtak a március vége óta érvényes kijárási korlátozások, az ország többi részén szabadabban mozoghatnak az emberek. Továbbra is mindenkinek törekednie kell ugyanakkor arra, hogy tartsa a másfél méteres távolságot másoktól az utcán, a parkban és a járműveken is, kivéve azokat, akikkel együtt él. Augusztus 15-ig rendezvényeket nem lehet tartani, még lagzit sem, a házasságkötést, a temetéseket és a vallási szertartásokat ugyanakkor engedélyezték. Zárva maradnak a mozik, a színházak, a szórakozóhelyek és a nem szabadtéri múzeumok. Kinyithat viszont minden üzlet, a szabadtéri fürdők, strandok és az állatkertek is, foglalja össze a 24.hu. Ismét látogathatóak a közterületek és a parkok, a vendéglátóhelyek a kerthelyiségükben, teraszukon fogadhatnak vendégeket, de a vendégtérben a folytatásban sem lehet tartózkodni, csak az elvitelre rendelt étel kiszolgálása történhet meg. Továbbra is az egész országra igaz, hogy élelmiszerboltokban, drogériákban és gyógyszertárakban 9 és 12 óra között csak 65 évnél idősebbek vásárolhatnak, ők viszont csak ebben a 3 órában léphetnek be. A piacok szabályozását az önkormányzatokra bízta a kormány, tehát a polgármesterek dönthetnek arról, a piacokon bevezetnek-e olyan idősávat, amikor csak az idősek vásárolhatnak, Nyíregyházán ez a 10 és 12 óra közötti periódus. A védekezés újabb szakaszában hétfőtől azonban már mindenkinek kötelező vásárláskor és a tömegközlekedési eszközökön az orrot és szájat eltakaró maszk viselése, ami lehet orvosi maszk, sál és kendő is. A felsőoktatási intézmények hallgatóinak látogatásáról a rektorok dönthetnek, de a kollégiumok látogatása tilos marad. A közegészségügyi korlátozásokat 4 lépésben fokozatosan oldják fel. A fővárosban közben marad minden a régiben. Ez azt jelenti, hogy az ott élők továbbra is csak alapos indokkal hagyhatják el az otthonukat, vagyis el lehetnek dolgozni, bevásárolni, sétálni, orvoshoz halaszthatatlan ügyeket intézni, viszont nem gyülekezhetnek, és mindenkitől, akivel nem élnek egyháztartásban, tartaniuk kell a másfél méteres távolságot. A boltok nyitva tartásában sincs változás, az éttermek pedig továbbra is csak elvitelre adhatnak ételt, vagy házhoz szállíthatnak. A sportélet ugyanakkor Budapesten is újraindulhatott, és nem csak a hivatásos sportolók kezdhették meg az edzést, de minden sportegyesület által szervezett amatőr, szabadidős és tömegsporttevékenység is engedélyezett, sőt, nézők nélkül versenyeket is lehet rendezni. A bajnokságok folytatásáról a szakszövetségek dönthetnek.
Új modern mobil röntgenkészüléket vásárolt a József András Oktatókórházba a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházakért közhasznú alapítvány. Az eszköz beszerzésére nyíregyházi magánszemélyek egy cégek jóvoltából nyílt lehetőség, 203 adományozó 36,8 millió forintot gyűjtött össze. Két olyan nagyvállalkozó állt emögé, akik igazából a támogatást kifadnak biztosítják, két családi cég, akik egyébként ezek kívül is megmutatták, hogy lehet számítani rájuk, hogy a nagyobb mondásnak vagy van ismerszik meg a barát, vagy van ismerszik az ad, és hogy ki lehet számítani, ezt egy is lehet fordítani. És egy olyan gyűjtés indult el, ami több mint 200 támogatót jelent, annak eredménye az, hogy a kórház alapítványa, a kórházi szakemberek alapján legszükségesnek tartott, a vírus diagnosztikával nagyon fontos képet tudnak beszerezni, biztosítani. Mint a kórház főigazgatója elmondta, az adományozók rájuk bízták a választást, ők pedig a digitális képalkotással működő mobil röntgenkészülék mellett döntöttek, ami nagy segítségükre lesz a diagnosztikában. A intézményünkben hatalmas munka folyik, hisz járványkórházként lettünk képjelölve, a maga nyíregyházi, maga az SSVMK, még a gyerekellátásban is, ezt nagyon kevés helyen, tehát kevés kórház kapta meg, tehát itt is a COVID gyerekellátásban is, hogy mondjam, kijelölt kórház vagyunk. Ez az alapítvány, ez az adomány, ami most érkezett számomra, és én mindig meghatottan állok egy-egy ilyen kezdeményezés előtt, és engedjék meg, hogy először hadd köszönjem meg az adakozóknak, a kezdeményezőknek, az ötletgazdáknak, akik hatalmas, hogy mondjam, lelkesedéssel, és hát hatalmas pénzzel is hozzájárultak ehhez az eszköz beszerzéséhez. Adorján Gusztáv hozzátette, a 240 kg súlyú készülék mozgatása és a felvétel elkészítése csupán egyetlen egészségügyi munkatárs közreműködését igényli, így tovább csökken a fertőzés veszélynek kitett dolgozók száma. Az emberek többsége előszeretettel használja azt a kifejezést, hogy nincs időm. Ez a legtöbb esetben az egészséges táplálkozásra, a sportolásra és az olvasásra vonatkozik. Szabados Ágnes 2017-ben indított egy kihívást a közösségi médiában. A Van időm olvasni kihívás arra lett hivatott, hogy bebizonyítsa, ez a mondat csak egy kifogás. Én nagyon sokat olvasok tinikorom óta. Nekem a Harry Potter volt az igazán nagy flow élmény, ami megszerettette velem az olvasást, és tulajdonképpen átsegített a kötelező olvasmányokon is. És mindig azt tapasztaltam a hétköznapokban, hogy mindenki azt mondta, amikor látott nálam egy könyvet, hogy aj, de jó, hogy neked van időd erre. És akkor elkezdett így mozogni ez a fejemben a fantáziámat, így elkezdtem működtetni, hogy miért mondja ezt mindenki, tényleg mindenkinek arra van ideje, amire szeretné, hogy legyen. És 2016 végén nagyon sok kihívást terjeng a Facebookon, Ice Bucket Challenge, biztos emlékszel rá, amikor a fejükre borították a jeges vizet, és azt gondoltam, hogy ha már ennyire menők ezek a kihívások, akkor legyen ez egy olvasós kihívás, amit létrehozok 2017. januárjában, és tulajdonképpen azt kérem azoktól, akik csatlakoznak, a kihívást úgy lehet teljesíteni, hogyha minden hónapban elolvasnak egyetlen könyvet. És ezzel azt akarom bebizonyítani, hogy iskola, gyerek, két gyerek, három gyerek, kutya, macska, egyetem, munka, minden mellett tényleg egyetlen egy könyvet az ember képes elolvasni. A kulcs szó az időmenedzsment. Ehhez az kell, hogy átalakítsuk a napi rendünket. Észre kell venni azokat a dolgokat, amelyek értékes időt vesznek el, frusztrálnak minket, és ezeket ki kell iktatni az életünkből. Ilyen például a túlzott közösségi a média használat. Ennek a mérséklésével rengeteg időt szabadíthatunk fel a hétköznapokban, amelyet egy jó könyvvel hasznossá tudunk tenni. Nekem, ami abszolút receptre fel tudnám írni bárkinek is, én nekem is bevált, az Guillem Musso, ő egy kortárs francia író, és van neki a Holnap, az Azután, az Angyal hív, mind-mind ilyen pici szerelem, pici nyomozás, de közben nem tudod letenni, mert érdekel, hogy mi történik. Szóval ő ennek zsenie, én őt például nagyon tudom ajánlani. Az olvasást azért is érdemes beiktatni a hétköznapokba, mert nem csak serkenti az agyat, javítja a memóriát és bővíti a szókincset. Egy jól kiválasztott könyv, akár csak az edzés, oldja a stresszt is. Erre pedig a jelenlegi kilátástalan helyzetben nagy szüksége van mindenkinek.
Köszöntöm a kedves nézőket! A Megyeterra Lettén több helyen változásokra hívom fel figyelmüket a közlekedésben részvevőknek. A 49-es számú főútvonalon Jármi és Máté szakasza között továbbra is az útfelújítási, helyreállítási munkálatokkal kapcsolatosan forgalomkorlátozás, sebességkorlátozás és az előzési tilalomra nagyobb figyelemmel legyenek a járművezetők főútvonalakon. Sajnos az utóbbi időben megszaporodott, hogy járműforgalom elől elzárt területen záróvonalon előznek a járművezetők, és nagyon sok helyen kijelölt gyalogátkelő helyek vannak, ahol veszélyeztetik a gyalogosok biztonságát, illetve több helyen a járda, illetve a kerékpárút egybe van. Több főútvonalon párhuzamosan kerékpárutak szegélyezik az utakat, jelentős a kerékpárforgalom a megye területén, és keresztirányú forgalomnál nagyobb figyelemmel legyenek elsősorban a jobbra kisébe vagy balra nagyébe kanyarodó járművezetők. Több közúti közlekedési baleset történt a hétvégén a megye területén. Tegnap délután Kisfástanya külterületén egy robogós borult fel. A férfi nem viselt bukósisakot, 8 napon túlgyógyuló súlyos fejsérüléssel szállították a mentők ellátás követően a Nyíregyházi Kórház traumatológiai állomására. És a régi 4-es számú főútvonalon Császárszállás külterületén még szombat délután a csapadékos időjárás nem vette figyelembe egy járművezető, nem tartott kellő követési távolságot, és egy balra kanyarodó, szinte már álló jármű hátuljának ütközött. Hárman sérültek meg a balesetben, jelentős volt az anyagi kár, teljes útzár mellett mentettek, helyszínettek, illetve műszaki mentés végeztek, és mindegyik baleset okát és körülményét vizsgálják. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra! A kormány döntési értelmében május 4-től, azaz mától a profi, az amatőr és a szabadidő sportban engedélyezettek az edzések és az átkörű sportesemények. Mivel a Magyar Labdarúgó Szövetség már korábban úgy határozott, hogy az enyhítés életbelépésétől számított 3 hét múlva folytatódik a bajnokság az NB1-ben, Kisvárdán is elkezdődnek a közös edzések. Lényegesen könnyebb lesz már a edzőknek a feladata. Csoportos edzéseket azért nagyobb élvezetre végzik a játékosok. Természetesen innentől kezdve már hasonlóan a bajnok a ritmushoz. A bajnoki mérkőzésekre készülünk, amely várhatóan május 27-én szerdán a hazai pályán az Újpest ellen történik meg. Én úgy érzem, hogy az elmúlt hetek csoportos edzése is lényegesen javítottak a játékosok állapotán. A következő hétvégén már valószínűleg edzőmérkőzést is játszunk a Debrecen ellen, amelyen megpróbálunk minél gyorsabban állóképesség területén, illetve a technikai képesség területén a bajnoki szintre feljönni, és a hátralévő 8 fordulót a legjobb tudásunk szerint lejártani. Mint a sportigazgató elmondta, eddig nem tapasztalt nehézségekkel kell majd szembenézniük a játékosoknak és a kluboknak. Ez a helyzet szakmailag egy teljesen új kihívás mindenki számára, mivel nagyon rövid idő lesz a bajnokság lefejezésére. Ugye június 30-ig szeretnénk ezt befejezni, ami azt jelenti, hogy tehát a szombat ritmusba kell készülni, ehhez pedig a játékosoknak teljesen más állóképességre lesz szükség, mint amilyen jelenleg van. Abban a helyzetben, amelyben korábban voltunk, a rendes edzések mellett sem volt könnyű egy szerda-szombat ritmus. Most viszont egy 6 hetes leállás után szinte újra kellene kezdeni a szervezet felkészítését, és hát ez a 3 hét ez mindenre alkalmas, hogy helyre nem. Úgyhogy attól tartunk, hogy rengeteg sérülés várható, viszont most a fiatal játékosok is előtérbe kerülnek, és egy bővített kerettel próbáljuk majd meg ezt megoldani. Ami nagyon nehéznek ígérkezik, az az edzésekre való felkészülés, mivel továbbra sem öltöznek a játékosok az öltözőben, illetve nem tudjuk még, hogy milyen kötelezettségeink lesznek, a járványügyi előírások mit fognak takarni. Az MLS már egy tájékoztató levelet küldött, amelyben szinte számunkra elképzelhetetlen nehézségek jönnek majd elő, gondolva itt a heti többszöri mérésre, a tesztelésekre, illetve az összes olyan személy, aki a stadionba bejön, annak a mérkőzés előtti 24 órájában már vizsgálatnak kell alávetni magát, és be kell zárni, el kell zárni magát, ne érintkezzen mással. Tulajdonképpen ez egy olyan bürokratikus és olyan adminisztratív feladatot lő a klubra, amelyet nem tudom, hogyan fogunk megoldani, illetve nem tudjuk, hogy jövő, hogy ezt finanszírozni, mert a költségvetésünkben nincsen keret. Nem csak a felnőtt csapat játékosai, hanem az akadémisták is elkezdik a közös edzéseket, bár számukra alig, hanem véget ért a bajnoki idény. Az akadémiánkra már múlt héten elkezdtek visszaszállingozni a gyerekek, a mai nap is sokan érkeznek. Mai naptól már természetesen elindulnak az edzések, és az a jövő héten én úgy gondolom, ha bár most egyelőre még kisebb létszámokkal, a jövő héten már a teljes létszámú edzéseink, csapatedzéseink már megkezdődnek. A bajnokság véleményem szerint nem lesz elindítva,
úgy gondolom, hogy ezt a szezont így fogjuk letudni, viszont a szülőknek is nagy segítség tud lenni, és hát a gyerekek már epedezve várják, hogy a pályán közösen a játékos társaikkal foglalkozhassanak és edzessenek. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, május 4-én hétfőn, friss hírekkel legközelebb holnap várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Köszönjük a figyelmüket, a viszontlátásra!